Tisztelettel és szeretettel köszöntök mindenkit ezen tavasz vagy kora nyár utolsó online darmabeszédén, és örömmel látok nagyon-nagyon sok ilyen kis pixel darabot, ilyen kis pixel foltokat. Az a kérdésem, hogy ez a videó előnézet és te azonos vagy különböző? Láthatóan nincs változás az arckifejezésekben, egy-két mosolyt látok, van, aki tovább rákcsálja a sós -magyarót, és van, aki még közelebb bújik a párjához, és ez nagyon jó így. Az igazi kérdés az, hogy mikor szokunk le már arról, hogy a képet azonosítsuk a tárgyal, a gondolatot a valósággal, és az Isten képet az Istenséggel. Ezek jó esetben egymásról szólnak. Jó esetben egymásra vonatkoznak. De az ember annyira beleveszett az érzékszervi sík egyedül valóságába, hogy nagyon-nagyon sokszor azonosítjuk a képet a tárgyal, és így az étlapot készülünk megenni az étel helyett. Az árnyékot szeretnénk levenni a polcról a tárgy helyett, és egy emberről alkotott képet vagy impressziót helyettesítünk be az ember helyére láttál le olyan konfliktus kezelést, amikor úgy indult a kérdés, hogy e, valójában ki vagy te? Általában nem így indult, nem kérdéssel indult, és nem az identitással irányult. Úgy indult, hogy hogy tehettél ilyet? Meg hogy gondolod te ezt? Meg micsoda dolgok, ugye? És akkor ilyen kijelentések, vélemények, kőkemény duális projekciók, és elindul a szenvedésnek egy újabb köre. Holott ahhoz még nem is kéne zenúton járónak lenni, hogy egy kicsit a szokratészi bölcsességbe belemerítkezvén megkérdezzük egymást, hogy jól értettem? Kettős pont, és megpróbálod elismételni, amit a másik mondott neked. Szokratész rendkívül sok kommunikációs hibát felfedett ezáltal, hogy azok az emberek, akikkel ő beszélt, azok egyáltalán nem értették, amit ő mondott. Tehát ha elindulnánk csak egy olyan úton, amit a zen egy mondattal elintéz, hogy az égkék és a fűzöld, minden egyéb az, amit te próbálsz hozzátenni vagy elvenni belőle. Ha ettől a projekció halmasztól meg szabadulnánk, akkor Szungszány Zenmester öt nagy mondásából egyet már meg is valósítottunk. Ez angolul úgy szól, hogy don't make anything. Magyarul ne projektálj. A másik, mivel látom az érdeklődő arcokat, don't check tehát ne aggódj, ne ellenőrizz, ne kételkedj, ne vizsgálódj, ne kíváncsiskodj hiába, mert nem érsz el vele semmit. Tehát úgy lásd a dolgokat, úgy lásd a helyzeted, úgy lásd a kapcsolataidat, a másik embert, ahogy van. A maga ilyenségében. A harmadik, ez a kedvencem, ez a don't want, tehát ne akaratoskodj. Az akaratra szükség van, az állandó egyéni akaratoskodásra arra nincs. Nem kell állandóan kiugrálni ebből a létből. Itt vagyunk benne, megszülettünk, aggodalomra semmi ok, végig fogjuk csinálni, nem vagyunk egyedül, tehát nem kell akaratoskodni és görcsösködni. Tehát ez a don't want, ez nem pusztán arról szól, hogy legyél te jó kislány és jó kisfiú, hanem hogy ne legyél görcsös. Ne szakadjál szét. A következő az a don't hold angolul, ez a múlthoz való ragaszkodást jelenti. Hogyha problémád van, akkor valamelyik idősíkon leragadtál. A legritkább az, hogy a jelen legyen ez. Általában ott szoktunk leragadni, hogy Úristen, mi fog történni a jövőben? Vagy húha, mi történt a múltban? Az, hogy itt és most mit csinálunk, a múltból mit engedünk ide, ebből a jelenből milyen jövőt teremtünk, ez nem szokott előfordulni. A gyémánt szútrának szeretném idézni a releváns sorát, hogy a múltra, jelenre és jövőre tagolt tudat nem érheti el a felébredést. Megfordítva az egyenletet, hogyha meg akarod érteni a karmád működését, akkor ebből a pillanatból indulj ki, mert a múlt, a jelen és a jövő összes karmája ebben a pillanatban összpontosul és ha ez tényleg így van, akkor az összes mitosznak, jövőképnek, egyén és kollektív önképnek ilyen felhőszerű könnyedsége lesz, és jönnek-mennek. Nem azonosulsz velük. És így az ötödik is beteljesedik, ez az angolul don't attach, de valójában ez a don't identify. Tehát ne azonosulj azzal a képpel, azzal a képzettel, amit teremtettünk magunkról és másokról. Mert ha ezt tennénk és azonosulnánk ezzel, akkor az történne, hogy a csokigyárból hirtelen csokoládé lesz, mert legyártotta és azonosult vele, és a csokigyárat beviszik az édességboltba és eladják. És akkor derül, hogy valami nincs rendben, amikor beleharapnak a csokiba, és ilyen fémes műanyagos íze van, mert az valójában a csokigyár. Tehát ha az ember a teremtőből lefokozza magát pusztán egy teremtett lényé, akkor elveszíti a szabadságát és a felelősségét is. Innen tudjuk, hogy baj van. Innen tudjuk, hogy valahogy a lét minőségével nem vagyunk tisztában. Mi ennek a jele? Például az, hogy panaszkodunk. Az, hogy másra hárítjuk a felelősséget. Hogy egy infantilis módon akarjuk a szabadságot. És akkor kiderül, hogy valami olyasmivel azonosulunk, amelyel eredetileg nem vagyunk egyenlőek. Tehát a hamis önképek, a hamis istenképek, a hamis világképek azok elkepeszten kártékonyak, mert nem csak, hogy letakarják az igazi önvalónkat, hanem a cselekvő képességünket is, így elvesszük saját magunktól. Tehát van ez a nagyon régi kérdés, hogy tud-e a Isten olyan követ teremteni, amit aztán nem tud később felemelni? És az egyik helyes válasz erre az, hogy ha akar, Hát képesek vagyunk olyan karmát létrehozni, amit később úgy tűnik, hogy úristen, nem tudom megoldani, nem tudok túljutni rajta, mert azonosultam vele, pusztán teremtetté váltam, elveszítettem azt a tudatosságot, hogy a teremtés és a kitisztítás, a megsemmisítés is a tulajdonságaim közé tartozik, és így pusztán egy terméke lettem a társadalomnak. Ha megnézed a fogyasztói társadalom tudatformái közül a leg problémásabbat, az az, hogy az emberek egy mentális és materiális folyamat termékének fogják föl magukat. Hogy én ilyen vagyok, mert ilyenek a szüleim. Mert ilyen iskolákba jártam, mert ezt kell csinálnom ahhoz, hogy megéljek, ugye ismerős. Tehát összefoglalván ezt az öt nagyon fontos tanácsot, ne projektálj, ne kételkedj, ne aggódj, ne menj vissza a múltba, ne akaratoskodj, és ne azonosulj a teremtett képekkel, vagy karmával. Ha ezt megtesszük, akkor haladhatunk az úton. Az elmúlt járványügyi időszak, amely még nem teljesen múlt el, csak szerencsére nagyrészt, az eddigi paradigmák megtörésével vagy megsemmisülésével járt. Nem vásárolhattál úgy, ahogy addig, nem mehettél ki oda, ahova szerettél volna, sorolhatnám. És ezért, ha ez tényleg mélyre ment, akkor a gondolkodási szokásaidat, az érzelmi mintázataidat, a cselekvési habitusodat mind-mind megváltoztatta. Az igazi kérdés, hogy mit tanultál ebből. Mennyire láttál rá magadra, hogy te teremted ezeket a mintázatokat, te élsz ezekben a szokásokban, és ezen keresztül viszonyulsz másokhoz, ők pedig hozzád. Tehát önmagában ez az elmúlt eléggé kritikus és nagyon sokszor szenvedésteli időszak ugyanolyan üres, mint minden más. Ugyanannyira nincs öntermészete, nincs fix tulajdonsága, csak kőkemény okozatisága van. És így szeretném mélységes hálámat és elismerésemet kifejezni minden olyan embernek, aki segített ennek a járványnak a felszámolásában, legelőször is az egészségügy dolgozóit. Ugyanis két orvos szülővel a hátam mögött eléggé jól tudom, hogy egy kórházban mi folyik, egy rendelőintézetben mi folyik, és hogy a 80-es évek óta ez a munka nem lett könnyebb. Úgyhogy hősies az, amit az egészségügy elvégzett azért, hogy ez itt ne legyen tömegjárvány, és hogy egy kicsikét jobban tudjuk ezt lokalizálni és a betegeket gyógyítani. Emellett mindenki, aki szívét, lelkét kitette azért, hogy éppen és egészségesen vészeljük ezt átköszönhet illet, az a fontos, hogy te magad lásd a szerepedet, akár a magánéletben, akár a közéletben, hogy mit tettél, vagy mit nem tettél ez ügyben. Ha már egy nyugodt és összeszedett viselkedést tanúsítottál az elmúlt három hónapban, tudtál a maszkodon keresztül mosolyogni valakire például, tudtál kedves lenni, Tudtál tényleg a védőtávolságon túllépni, és nem, mint a futáshoz készülődő atléta vártál a húsos pultnál, ugye? Akkor már tettél valamit, mert egy kicsikét a centeredben voltál, meg tudtad zabolázni az indulataidat, és nem rögtön reagáltad le, hogy a parkolóban kijöttek eléd. Magyarul kicsit óvatosabbnak kellett lennünk, mert nem tudhattad, hogy a maszk mögött mi van és ki van figyelted el, hogy maszkon keresztül másképp kommunikálunk, mint puszta arccal? Hát egész másképp. Miért? Mert a szavaink értelmét nagy az arckifejezésünk a mimikánk adja meg. És hogyha nem látod a mimikát, akkor egyes mondatokat nem biztos, hogy helyesen értelmezel. Persze hallod a hangszint egy kicsikét így lefolytva a szövet mögött, de akkor is az információ sokkal, de sokkal kevesebb, mint hogyha látnád az arcát. És ezért nagy a szemen keresztül kellett megtudnod, hogy valójában mit jelent az a mondat, vagy az a gesztus. Néha elég egyértelmű volt. É, hát, rénye, fő, a Tehát amikor ez világos, akkor nem kell különösebb kéziszótár hozzá, hogy útba voltál. Vagy amikor belépsz mondjuk véletlenül egy olyan búdba, ahol azt hitted, hogy vásárolhatsz, de kiderül, hogy délelőtt van, és nem vagy 65 fölött, akkor megkinukul a fárgyunk az Tehát voltak ilyenek is, és akkor egész világos, hogy ki mit mondott és ki mit akart. De amikor belül te letisztázod magadat, akkor nagyon világos az, hogy milyen helyzetben vagy, milyen kapcsolatot teremtesz, és pontosan mi a teendőd. És itt a legnagyobb teendő, hogy őrizzük meg nyugalmunkat. Ezt a nyugalmat nem lehet görcsösen megőrizni, ezt a tisztánlátással lehet megőrizni, azzal az öt instrukcióval lehet megőrizni, amelyet éppen elmondtam, de ezeket nem lehet mantraszerűen pörgetni magadban, mint egy segédprogramot, amelyet az elméd állandóan használ. Ehhez a tapasztalat szintjén kell eljutni. És ezért mondja azt a tanítás, hogy ha ez a pillanat tiszta, akkor minden tiszta, ha ez a pillanat nem tiszta, akkor semmi sem tiszta. Szerintem bevezetőnek éppen elég ennyi, és most nagy szeretettel várom a kérdéseiteket cseten. Kinek van kérdése? Egyébként mindenkinek köszönöm az üdvözletet, örülök, hogy a világ ilyen sok részéről jelen vagyunk, mint egy 102-en, és Csabának a kérdését szeretném most megválaszolni. Szia Csaba, kérdésed a következő. A közelmúltban megszületett a harmadik gyermekünk. Hát gratulálok és kívánok Marótnak fantasztikus felnövekvést. Tovább folytatom. Szerinted hogyan lehet úgy nevelni a kicsit, hogy a nagyok tere ne szűküljön? Csaba, ez a harmadik gyereked. Nem veted észre, hogy szűkül a tér? mindenképpen szűkül a tér, és ezért van egy óriási újrarakása az életnek, mert nem biztos, hogy nagyobb lakásba költöző rögtön, mikor a harmadik kipottyan, tehát az történik, hogy ami van, azt kell újra szeletelni. Tehát új szoba van, új lakrész, a négyzetméter ugyanaz, és az órák megváltoznak, tehát főképpen kell kelni éjszakát, egy komoly száznapos elvonulás a gyerek hazahozatala után az pont arról szó, hogy a gyerek úgy, ahogy van, azzal a kis 3-4 kilós önmagával lebontja az életrendedet. Az utolsó óráig, percig mindent, és főleg anyuka köré szerveződve újra kell rakni az egészet. És kiderül, hogy te addig, mint családfő úgy érezted, hogy valamint tudtál úgy uralkodni, vagy valaminek úgy a birtokában voltál, nem, most ez megszűnt, tehát azon nyomban, hol a pelenka, hol a cumi mit kell tennem ahhoz, hogy anyu tudjon rendesen pihenni, és a családnak így a szolgálójává fogsz minősülni, és ez nagyon jó. De ezt már kétszer átélted, úgyhogy biztos nem mondok ezzel újat, és ez nagyon jó. Tehát a hétköznapi élet szintjén a gyermekvállalás az az én feladás. Az, az a megfelelő áldozathozattal, hogy hirtelen, ha addig a házastársad nem lett volna tényleg fontosabb, mint te, most a közös produktum, a gyerek, az tényleg az lesz, meg különben nem lehet fölnevelni. Ugyanis oly mértékben ellenpontozza a karmádat, olyan mértékben tükröz téged, és ezért még nem is lehet semmiféle váddal illetni, mert teljesen tudattalanul csinálja, és a megfelelő kapcsolat az a szeretet. Na most nézd meg ezt az elképesztő ellentmondás halmazt, ezt szoktuk paradoxonokká desztillálni, ezt szoktuk szépen fölfelé emelni, hogy olyan paradoxonok legyenek, hogy mindenki épüljön belőle, és felneveljük a gyereket, mert ez a dolga, hogy fölnőjön. Nekünk pedig az, hogy ebből tanuljunk, és lehetőleg a gyereknevelés során az ilyen hagyma réteget, az összes karmát, hogyha lehet, háncsuk le magunkra. Tehát itt az éntelenedés az részleges, a harangörbe egyszer csak fölfelé is jön, hogyha a megvilágosodáshoz elég lenne gyermeket a világra hozni, tele lennénk buthákkal. Sajnos nem. Pedig milyen jó lenne. Egy gyerek, egyén elment, és azon nyomban megvilágosod. Tehát újra is termeljük azt az egoitást, ne féljünk a szótól, nem birtokolják a frajdisták. A lényeg az, hogy amikor arról van szó, hogy énség, akkor rögtön mellé kell tenni azt, hogy hogyan segítek. És a hogyan segítekből lesz az, hogy a teret sikerül újraosztani, az életrendet sikerül újra felépíteni, és ezért elképesztő intimitás szeretet és fantasztikus dolog van a gyerekvállalásban. Itt körülöttem a tanítványaim, akik egyrészt már nagypapa és nagymama frissen, beszámolnak az élményről, hozzák a gyermeket, mások pedig pont erre készülnek, hogy gyermeket vállaljanak. Tehát az a privilegizált helyzetem, hogy több családnak, több fázisban egyszerre láthatom, hogy ez hogy megy, mint hogyha ilyen elképesztő filmarchívum lenne, és mindig egy-egy vágás így a kezembe kerül, hogy akkor most hol tartunk, gondolkodunk rajta, vagy már uh, jön a bébi, vagy pedig, na, mikor rohanunk a szülőszobába, vagy pedig hazahoztuk, hazahoztuk, itt van ez a pindurka, most akkor mi lesz? Hát az lesz, amit eddig nem gondoltál. Sírás, etetés, alvás, séta, és ami fantasztikus szimbiózis egy elképesztő egymásra utaltság, és ebben egy csomó minden kinyílik, ami addig nem. Tehát az már közszerű, nem csak az anyukák változnak meg masszívan és hormonálisan a gyermekvállaláskor, az apukák is. Csak más hormonokkal szerencsére. Úgyhogy Csaba, nagyon sok erőt és egészséget kívánok, és remélem, hogy még ebben az évben személyesen találkozhatunk Sepsi Szent Györgyön, és hogyha tudtok, akkor az augusztus végi elvonuláson az gyermekáldó szertartáson legyetek jelen. Titeket is szeretettel várunk, és további kisgyermekes szangatagokat is. Julianna! Hogyan lehet úgy járni az egyéni utam, hogy a családi karma szorításán felülemelkedve ne menjen ez a családi kapcsolatok minőségének a rovására? Julcsi. Az a javaslatom, hogy használd fel a családi karma szorítását ahhoz, hogy járj az úton. Ugyanis az a szorítás az nem véletlen az olyan kényszerhelyzetek gyűjteménye, amely tartalmazza a megoldatlan karmádat, és így azt beletéve a kazánba szépen a gőzmozdony megy előre. Tehát ne választ ketté a kettőt, azt mondod, és szépen nyíltan leülsz a családtagokkal, főleg azokkal, akiknek a szorítása érződik ott, hogy kedves pont, 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 nem akarok elővételezni semmit, nekem ez a családi karma kicsit szorít én szeretnélek szeretni titeket, de most nem megy. Úgyhogy én most teszek egy kört, kicsit letisztulok, kicsit magamba szállok, és mondjál ilyeneket, ami tényleg ott belül történik benned, és akkor teszel egy kört, gyakorolsz, és mondod, hogy én visszajövök. És ez a visszajövök a legfontosabb. Hogy közben mi történik, az egyre kevésbé fontos, hogyha mindig visszajössz, és egy jobbik önmagad jön vissza. És itt tudod a darma gyakorlásával ezt összeegyeztetni, és nem elhagyásban gondolkodunk, vagy állandó odatartozásban gondolkodunk, mert az odatartozás sem állandó, és az elhagyásban sem lehet korrekten gondolkodni. Minél nagyobb kört teszel meg, annál nagyobbat változol. Minél többször lépsz ki, annál nagyobb az esélye annak, hogy letisztulsz. És ezt nem lehet elhanyagolni. Ez egy elképesztően fontos mozdulat. Tehát tedd meg azt, hogy a darmát azért gyakorlod, hogy a karmád helyes legyen. Hogy a családban jelen légy. És ekkor úgy tűnik, hogy helyesen használod fel az energiákat. A karma szorítása az a szén, a darmának a gyakorlása az a gőzmozdony, és tessék a szennet berakni a gőzmozdonyba. Képzeld el, hogy a fűtő azt mondaná a mozdonyvezetőnek, hogy eszméletlen mennyiségű szenünk van, és ez olyan nehéz, hogy le kéne kapcsolni, hogy menjen a mozdony előre, kicsit szabadabban. A mozdonyvezető visszaszól akkor, egy, e -e, nem kapcsoljuk le, akármilyen nehéz, meg fekete, meg te poros leszel tőle, attól a széntől megy a mozdony, mert be kell rakni a kazánba. Tehát tessék a karmát az éberség kazányában elégetni, és tiszta egység energiává átváltoztatni. És ez az, amit itt a párnán teszünk. Az összes duális karmát belemegy a Tantien katlanyába, kazányába, és az éberség tűzével és fényével fog égni. Ezért tessék a karmát a darma kazányába bele, és ettől egy csomó minden a helyre kerül. Például az is helyre kerül, hogy te a darma gyakorlatát helyesen végezd. Nagyon sokszor lehet azt látni, hogy nagyon-nagyon szép zen tanítványként ott ülnek az emberek a párnán, és alszanak. Vezényszóra. Tehát megütik a csukpit, tudja, hogy van 40 perce, és a magasztos, kinézetű, ébertelen álomvilágba merül. Nem róható föl, hogy ugye pihenni szeretne, de így nem fog pihenni. Az biztos, hogy csak aludni. A meditáció az az éberség tere, az éberség pillanata, és ebben az éber pillanatban úgy tud működni a tudatod, mint a tükör. Tisztán, mint a tér, tisztán, mint a tükör. Ezt most egy más oldalról fogom megvilágítani. Képzelj el egy főzőlapot. Ha az a főzőlap meleg, akkor rácsöppentesz egy vizet, rácsöppentesz egy csepp vizet, és ez egy idő után elpárolog hogyha lehűl a főzőlap, akkor egy kicsit tovább lesz ott az a vízcsepp. Ha fagypont alatt van, akkor ráfagy. Ha fagypont alatt tartózkodik, és egyre több vízcsepp jön, akkor ilyen rétegek keletkeznek. Ha ezek után elindítom a fűtést, akkor felolvad a jég, és olyan módon fel tud melegedni a főzőlap, hogy egy vízcsepp így szépen rápottyan, és egy ilyen gőzpamagy, psss, így elpárolog olyan is előfordulhat, hogy annyira meleg lesz a tűzhely fölött, hogy a vízcsepp el sem éri a főzőlapot, már előtte elpárolog. A tudat ébersége és a karma pontosan így tud működni. Nagyon éber vagy, nagyon világosan látsz, nagyon erős az egységtudatod, akkor az a karma, amit tükrözöl, az nem ragad rád. Tisztán látod, elpárologtatod, mert az éberség tüzében tényleg el tud égni a karma, mert a nem mozduló tudat nem duális, nem mozdul rá, nem reagál, nem teszi meg, nem mondja ki, de nem is folytja el, nem is rakja el későbbre, nem is azonosul vele. Amikor ez a tükör teljesen tiszta, akkor ez a főzőlap szuperforró. Ez az éberségnek a fénye és tüze egyszerre. És akkor, amilyen karma jön, azt szépen látod, és már is el is tűnt. Nem engeded, hogy rád ragadjon. Nem gondolkodsz jóban és rosszban, énben és másban, semmiféle duális kategóriában azért, mert ha itt tennél, akkor a dualitás ragasztója, hidege, szépen megtartaná a karmát, és ráragadna erre a tükörre. Na most az identitás rétegeink több élet óta bennünk vannak hány réteg jég van ezen a nagyon mélyen fekvő főzőlapon? Mennyi téves nézet van ebben a jégben kódolva? Amikor bejössz egy kóan interjúra, akkor a kérdés pontosan olyan, mint amikor ezekből a jégrétegekből egy ilyen jégfúróval mintát vesznek, és így kiveszik. És így megmutatják, hogy a különböző rétegekben mi van. Honnan tudjuk, hogy mi van a rétegekben? Ott van a hiba, a válaszban felteszek egy kérdést, és amiért nem tudod megválaszolni, az pont az a hamis azonosulás, pont az a ráfagyott identitás réteg, amely a tiszta tudatot tükrét takarja, amely lehűti, megfagyasztja az élet folyamat. Tehát az éberség tüzében, az éberség fényében elég a karma. És innentől kezdve van megszabadulás a látás által. Innentől kezdve tudsz egy új önképpel, egy új élményel, egy más világot teremteni magadnak és másoknak. Az ember pontosan ezért foglalkozik ennyire gyökeresen az emberrel, hogy nem a tüneteket kezeljük, nem a 84 ezer gyümölcsöt szeretnénk meggyógyítani, a fának a gyökerét szeretnék meggyógyítani. Zsuzsa. Olyan szépet tiszt, hogy ezt nem ismerem felolvasni. Ezt nagyon köszönöm. Ezt mindenki láthatja a chatben, ha szeretnéd. Én a kérdéssel foglalkozom most, és idézlek. Rájöttem, hogy a zen lehetőséget kínál arra, hogy tegyek is valamit magamért, még így 80 évesen is, és nem csak magamért. Augusztusban már mantrázni kezdtem. Januárban már komolyabb programom van, amelyet reggel és este rendszeresen végzek. Megváltozott az életem. Sok mindenre rájöttem. Nőtt az intuícióm, és rendeződtek a dolgok körülöttem. Köszönöm. Nagyon szívesen. Kérdésem a következő. Mivel nem tartozom semmilyen egyházhoz, és készülök a nagy útra, szeretném tudni, van-e lehetőség arra, hogy gyászszertartást tartsatok számomra majd a Zen templomban? Köszönöm. Most egy pár perc szünetet tartanék, de annyi időnk nincs. Csak azt tud, hogy a kérdésed mélyen a szívembe hatolt, és elsősorban azt szeretném mondani, hogy érted, nem gyászszertartást tartanék, hanem meghívnálak nagy szeretettel a templomba, hogy együtt teázzunk, együtt gyakoroljunk és együtt örüljünk a darmának. A gyászszertartás ráér. Lehet, hogy te fogsz nekem tartani egyet, ha így haladunk. Ki tudja? Mindannyian a nagy úton vagyunk. Nem tudjuk, hogy meddig. Ameddig együtt és egy irányba megyünk, addig egymáshoz tartozunk. És fantasztikus, hogy így, a darmán keresztül, te és én, a 116 egyéb jelentkező, itt a darmateremben a nézők, most mi egymáshoz tartozunk. Ezt meg én köszönöm. Szeretettel várlak. Réka. Hogyan tudom felajánlani meditációm érdemeit az érző lények javára? Van-e erre formula? Igen, van. Ez a négy bóthiszatva fogadalom, amelyet a mi stílusunkat követők minden meditációs alkalommal elmondanak vagy az elvonulás végén, vagy az esti gyakorlatuk, vagy a reggeli gyakorlatuk végén, ezt most elmondom. A szenvedő lények számtalanok, fogadom, hogy mindnek segítségére leszek. A szenvedélyek kötelékei sokfélék, fogadom, hogy mintől megszabadulok. A tanítások sokrétűek, fogadom, hogy mindet megismerem. Az út a teljesség elérése, fogadom, hogy végigjárom. Tehát ez a négy nagy bóthiszatva fogadalom, és ezzel ajánlott föl minden érző lénynek. És ez nagyon-nagyon fontos, hogy nem magunkért gyakorlunk. Ha magunkért gyakorolnánk, akkor a darma is egy ugyanilyen jégrétekként szépen ránk fagyna, és ebből van az a nagyon-nagyon könnyen törő spiriego, amiről annyit hallasz, meg annyit látsz. Miért? Semmi másban is csak magáért gyakorolt. Ennyi, és ez bőven elég. Ha másért gyakorolsz, ha minden lény megszabadításáért gyakorolsz, főleg attól a szenvedéstől, amelyet te mérnél rájuk, akkor az egy nagyon helyes irány. És ezért mondja azt a mahajána, hogy ébredj föl, és segíts másokon. A kettő nem képzelhető el egymás nélkül. Miért? Mert hogyha te nem ébredsz föl, a te szenvedésed bejön az ajtómon, és megöl. A te jeged ráfagy az én hőlapomra. Tehát össze vagyunk drótozva ezerféleképpen ezen a földön, de a boldogságunk és a szenvedésünk az előbb-utóbb közös lesz, akármilyen kerítéseket és kapukat rakunk közé. Ez nagyon fontos, mert ezzel a felajánlással tesszük tényleg érvényesse a gyakorlatot, úgy, hogy az nem válik egoitássá. Hallhattad, hogy azt mondtam a darmáról, hogy olyan, mint a kétélű kard, elvághatod vele az illúziókat, felszámolhatod vele az akadályaidat, és ugyanúgy egy helytelen mozdulattal magadat megvághatod. Magadban ébreszthetsz újabb és újabb kétségeket. Magadat sebezheted meg újabb téves nézetekkel és illúziókkal. Rajtunk múlik. A darma gyakorlása, az eszközrendszer puszta elsajátítása önmagában nem garancia semmire. A helyes irányvétel teszi azzá, a helyes felfogás és hozzáállás teszi azzá, hogy minden lényért gyakorlunk és minden lénynek felajánljuk naponta. Ezzel tesszük azzá. Ezüst bambusz. Ez csajarű. Mióta belső munkát végzek, egyre többet érzékelek a világból, a környezetemből. Meditációs élményeimet, tapasztalásaimat nem osztom meg másokkal, a nem tudható, de tapasztalható, zárójelbe zárva. Arra is rájöttem rövid úton, hogy nem nagyon tudom megosztani akár másokra vonatkozó érzékeléseimet, mert nem érzik át. Elszigetelve érzem magam sokszor a környezetemtől, a világtól. Régen erősen társasági lény voltam, egyre többet maradok csendben. Próbálom azokat a dolgokat csinálni, amit ők, de már érzem, ez hosszú távon nem teremt békét. Nincs már meg a szanga. Van valamilyen tanácsod azon kívül, hogy gyakoroljak sokat és legyek türelmes? Egyszer majd minden a helyére kerül? Kedves ezüst bambusz, ha ilyen szép nevet tudsz választani, akkor biztosan fel tudsz ülni egy járműre, amely a szangához elhoz téged. Ez az esetünkben a vonat. Felülsz egy vonatra, amely az esztergomi állomáson téged letesz, miatt összeszedünk, és lesz szangád. Ez nagyon fontos. A darma gyakorlása nem azt jelenti, hogy te elszigetelődsz az egyéni erőfeszítés és a csoportos erőfeszítés egyensúlyát jelenti a szanga. Az, hogyha csak valaki itt a templomban gyakorol, hát abból sok jó nem keletkezik, még mindig jobb, mintha nem gyakorolna, de ha az egyén életében nem gyakorol, akkor az autonómiája soha nem lesz meg, az önálló döntése soha nem lesz meg, és az egyén szintjén nem fog fölnőni a darmához. Aki csak egyénileg gyakorol, hát remeteként fog újra születni egy nagyon magas kínai hegyen, és annak meg úgy nincs értelme, hogy csak remeteként gyakoroljon. Egyéni erőfeszítés szükséges, de azt tegyük közösen? Nagy részletek hallotta már azt a hasonlatot, hogy a krumplit keleten nem úgy pucolták, hogy darabonként, hanem beletették egy hatalmas nagy vajlingba, felöntötték vízzel, és egy rúddal elkezdték kevergetni őket, és a krumplik így a Héj, hey, meg a koszt, meg az egyéb nagy részleti ledörgölték egymásról. Na, a szanga pont ilyen. A darma, a víz, az, hogy a bota az micsoda, azt majd kitalálod. De a lényeg az, hogy ilyenkor a közös gyakorlatban derül ki, hogy amit magadról és a másikról gondoltál, az úgy, ahogy van illuzórikus, teljesen, ugye? Most látok olyan arcokat, akik már voltak nálam interjún. Teljesen döbbenetes az, hogy az rendben, hogy nem oldod meg a kohant, azt az rendben van, ahhoz hozzá lehet szokni, hogy nem tudom, és hogy permanensen nem tudom, és hogy ezzel én együtt tudok élni. De az, hogy a magamról és a másikról alkotott kép elvonulásonként más, az a legnehezebb. A kettő persze mélységesen összefügg. Úgyhogy tessék közösen gyakorolni. Az nagyon-nagyon jó, hogy nem beszélsz a meditációs tapasztalataidról másoknak, mert előbb-utóbb a meg nem értés falába ütköznél, vagy azt szeretnék, hogy elmenjél kivizsgálásra. Az meg most eléggé trapás, mert el vannak foglalva még mindig az orvosok. Tehát nem kéne. Az eredmény a fontos. Tehát, ha látnánk egyes éttermeknek a konyháit, hogy hogyan főzik meg azt az ételt, amit így ilyen gyönyörűséges tárcán kihoznak, nem biztos, hogy ott lennénk. De az étel egészséges és ehető és finom, csak a konyhába nem menj be. Tehát van olyan, hogy belül, ami zajlik benned, azt senkinek, senkinek, soha egy másodpercet nem szabad elmondani, de az eredmény az fontos. Mert a belátás által leszel egy jobb ember. A belátás által változol meg. A belátás által hántod le magadról az identitás rétegeket, ahogy ez a mesebeli főzőlap szépen felolvasztja a ráfagyott jeget. A sok-sok inkarnáció alatt felhalmozott identitást, amelyel te eredetileg nem vagy azonos. Ezt a folyamatot nagyon nehezen lehet kommunikálni, és nem is cél. Ezért kell a tanító. Tehát, hogyha a szanga kell, akkor a tanító is kelljen mellé, mert akkor nem fogsz egyedül menni az úton, és esélyes, hogy nem fogsz akadályba ütközni. Vagy ha igen, akkor lesz valaki, aki már 20 éve túljut ilyen akadályokon, vagy harminc, és ez a for az, ez az előny az, amivel tud segíteni. János. A karma valóban csak addig tart, ameddig mi tudatosan úgy döntünk, hogy tartson? Vagyis nincs is valójában karma? Csak rajtunk múlik, mikor van vége? János, örömmel jelenthetem, hogy a karma valóban csak addig tart, ameddig mi tudatosan úgy döntünk, hogy tartson. De addig is tart, amíg te tudattalanul úgy döntesz, hogy tartson. A kettő együttérvényes. Mert hogyha csak tudatosan így elzárnám a csapot, mint a fürdőszobában, akkor az olyan egyszerű lenne, mert megmondanád magadnak, hogy mostantól fogva te buddha vagy. Punktum. Kész tudatosan eldöntötted. És az összes karma pedig, legyen szíves, távozzon. Eldöntöttük. Na de az emberi személyiségnek olyan jó, ha 5%-a a tudatos én. Haladó besetekben 10. Az összes többi, az a 90 mint az egyébkénti jéghegyeknek az arányai, az a tengerfelszín, és így a tudatfelszín alatt van. Azzal mi lesz? Tehát a zen gyakorlat pontosan ezt a tudattalan karmát kezdi el szépen oldani először, és eltelhetnek úgy hónapok, hogy csak ilyen részleges változást látszik, nagy változást belül még nem élsz át. Ez rajtunk múlik, ami szerkezetünkön, karmikus mintázatainkon múlik. De az emberek változnak. Az, hogy van karma vagy nincs, mit teremtettél ma? Mit tartottál meg ma? Mitől szabadultál meg ma? Mi az, amit kitisztítottál magadból? Mi az, amivel újra beszennyezted önmagad? Így van a karma, hogy megteremtjük, megtartjuk, és elpucoljuk. Ebből ma mit végeztél? És hogy csak rajtunk múlik, mikor van vége? Hát kéne a kezdetét is látni. Ha a kezdete rajtunk múlik, akkor a vége is. Csak hát, ahogy legnagyobb nyugati botiszatvánk mondta, igazi önvalódban van az alfa és az omega a kezdet és a vég. Tessék ezt az igazi önvalót megtalálni, és akkor megvan a kezdet és a vég. Éva. Hogy lehet az, hogy Szókratész tanításai még most is helytállnak? Az emberek azóta sem változtak? Éva, az a helyzet, hogy Szókratész volt ennyire minőségi, hogy immáron 2400 éve egy jövőbíró és teljesen hülyeségbiztos filozófiát sikerült lefektetnie. Az emberek tényleg nem változnak, Mészerkezetében az emberiség azonos, az egyének változnak. Te változhatsz. 8 milliárd tudatformát itt most megnézel, az átlagunk kétségbejtően hasonló a középkori, az okkor és az egyéb teljesítményekhez. Csak az infrastruktúra változott. Gondold el, hogyha Jézus Krisztus korában lett volna internet. Hogy néz neki a világ most? Bazony. Vagy a buddha korában ilyen nagyon gyors, mondjuk hangsebesség feletti utazás. Úgyhogy ezzel el lehet játszani, nem csak Szókratész tanításai helytállóak, hanem a buddhájé, Krisztusé, Laoce, Bodhidharma, Szent Ferenc és az összes ilyen gyönyörűséges nagy tanító. Miért? Mert az emberi lény az emberi lét mélyére ment. Nem a felszínen valamiféle nagyon mulandót és nagyon-nagyon illuzórikusat érintett, hanem a legmélyünket. Tehát miért játszanak még mindig Shakespeare drámákat? Miért hallgatunk még mindig Bachot, Mozartot, Schubertet? Mert valamit az emberben úgy megfogtak, úgy megismertek és úgy megismertettek, hogy anélkül úgy érezzük, hogy nem tudunk létezni, és jobb is, hogyha Szókratész és az előbb felsoroltak nélkül nem is létezünk. Ettől vagyunk emberek, és emberebbek, hogy akár a művészet, akár a spirituális praxis, vagy bármilyen elfogadott és működő módszer által jobban megismerjük önmagunkat. Tehát ezáltal vagyunk emberebbek, és ezáltal a minőségünket szépen emelhetjük, mert a mennyiség emelésével láthatóan nincsen probléma. Az elmúlt 120 évben sikerült megduplázni a Földön az emberi lakosság számát sikerült megduplázni az emberi minőséget is fölfelé? Gondolkodjál rajta. Tatánelli. Mi van akkor, ha felajánlom a meditációt minden szenvedő lénynek, és itthon közben váratlanul megszakítja a meditációmat valami vagy valaki, és nem tudom folytatni azt épp akkor, bár eredetileg, amikor felajánlottam, hosszabb időre terveztem. Nelly, egyszerűbben. Tehát sokkal egyszerűbben egy kicsikét alakuljunk. Tehát amikor megszakítják a meditációt, rögtön annak kell fölajánlani, aki megszakította. És így könnyebb neked is visszakerülni a meditáció nemes állapotába. Ha nem tudsz véletlenül egy olyan délután, délelőtt teremteni, amikor tényleg zavartalanul ülhetsz, akkor esetleg kitehetsz egy cédulát az ajtóra, hogy tólig ne zavarjatok vagy ha ez nem megy, akkor készülj fel, hogy ez bekövetkezhet, és mihelyt kop-kop, zör-zör, züm-züm, azon nyomban felajánlod, hogy köszönöm szépen, ezt most érted csináltam, és folytatom. Rugalmasan, mert hogyha elvész a fókusz, az is baj, ha rámerevszem, és teljesen mániákus leszek, az is baj. Tehát az a fajta erőfeszítés, amely nagyon világosan, következetesen, de görcs nélkül tartja a fókuszt. Nagyon békés lény vagy, én jól ismerlek, ezért egy nagyon brutális hasonlatot fogok neked most mondani. A tankokról fogok neked beszélni. Tudom, hogy semmilyen fegyverzettel nem tartasz semmiféle barátságot, és most pontosan ezért mondok neked egy ilyet. A második világháborúban a tankokat elképesztő mennyiségben használták föl, és nem tudtak egy bizonyos sebességnél gyorsabban menni akkor, hogyha célra tartottak, mert nagyon ingott a torony. Ezek után föltaláltak egy olyan mechanizmust, hogy akármilyen sebességgel megy a tank, egyesek 60-80 km per órával, az ágyú mégis egy cm belül célra tart. Tehát azt látod, hogy a tank ilyen különböző terepetárgyakon, fák, sziklák, minden megy, és iszonyatosan billeg és dülöngél, Közben a toronyban van egy kiegyenlítő mechanizmus, ami az ágyút állandóan, állandóan egy centis pontoságon belül célra tartja, néha kilométerekkel távolabb. Ez a tudat, ez kell. Nem azt akarom, hogy tank légy. Azt akarom, hogy erős légy. Nem azt akarom, hogy ágyúcső légy. Azt szeretném, hogyha fókuszált és összpontosított lennél. Ha ezt egy emberi intellektus meg tudja csinálni egy tankkal, akkor mi is meg tudjuk csinálni a zennel, amely teljesen békés, lánctalpmentes és minden embernek segítő foglalatosság. De ha nem úgy gyakorolsz, mint az, ami tényleg ezt a fókuszt mindenféle rászkodás közben kibírja, akkor a környezet ki fog téged billenteni. Ne hagyd, hogy kibillentsen. Ferenc. Mennyire változott a tudatosságunk ebben az időszakban, vagy csak átmenet és utána visszatérünk az ezelőtti gondolkozásunkhoz? Mitől függ a tartós tudati fejlődés ebben az időszakban? Ferenc, általános értékű választ nem lehet és nem is szabad adni erre a kérdésre. Az igazi kérdés, hogy te mennyit változtál? Hogyha visszatérsz a korábbi mintázataidhoz, akkor keveset hogyha valami újabb, nagyobb egészbe integrálod ezeket a mintázatokat, akkor esélyes, hogy változtál te is. Mitől függ a tartós tudati fejlődés? Az, hogy mennyire ismertük fel az ok és okozat működését. Csak ettől. Barta az, az elmúlt időszakban szerettem volna aktívan segíteni a bezártság miatt beszélgetések formájában. Egy idő után azt vettem észre, hogy mintha csak én akarnám, nem hagyják. Hogy tudnám kitalálni, hogyan segíthetek, hogy igazi legyen? Zóra, aki nem akar veled beszélgetni, azzal ne beszélges. Ez ennyire egyszerű. A beszéd rengeteg energiát fogyaszt. Ne fogyasszad feleslegesen a saját energiádat. Maradjál -e csendben. A csend az jobb, mint a szentség. Tantienben szépen megvagy, és a többnapos csend nagyon sok energiát fog felhalmozni benned. Volt egy olyan koreai szerzetes, aki tíz évig volt csendben, szó szerint nem szólt. Nem nyitott ki a száját, csak enni, nem beszélt senkivel, és hogyha valamit kommunikálni akart, ami nem volt nyilvánvaló, akkor egy ilyen kis füzetbe, így nyakán hordott egy füzetet, így leírta és megmutatta. Belül ment a dzsídzsangból számantra, neki ez volt a mantrája és a tizedik évben elérte a felébredést. Ez is mutatja, hogy amikor energiáról és tudatosságról beszélünk, el kell érni egy kritikus küszöböt. És ez a kritikus küszöb egy olyasféle energia szint, és egy olyasféle tiszta tudat, amiben már nincsen semmiféle téves nézet, nincsen zárvány, nincsen semmiféle illúzió. És akkor ez a kritikus küszöb átvált egyfajta újabb minőségbe. Egy felébredettebb, tisztább tudatba. Hogy ez a kritikus küszöb hol van, ez egyénenként változik. De ez az, amikor a saját energiád, vongi, az univerzum energiája, dégi, a puszta lélegzett tudatosságával, kongi, egyesül. Ezt az egyesített energiát hívják hapkinek. Erről már korábbi tanításokban szóltam, úgyhogy tessék megnézni a videókat. De a kritikus küszöb az mérhető belül, nem ilyen méterruddal, vagy ilyen szondával mérhető. Gábor. Fiammal közösen volt már szerencsénk többször is élőben, és most is hallgatni. Fiamnak, 15 éves, lenne egy olyan kérdése, hogy tudnál-e pár mondatban az emberekkel kapcsolatos felelősségvállalásról beszélni? Milyen kihatással tud lenni egy ember életére? Elsősorban nagyon köszönöm Gábor és Kornél kérdését. Kornél örülök, hogy 15 évesen ilyen kérdést teszel fel. Mert kevés 15 éves tesz föl ilyen kérdést. Én azt javaslom, hogy ahelyett, hogy általános felelősségvállalást tanítanék, legyen neked egy folyamatos éberséged, hogy ebben a pillanatban milyen felelősséget válasz a körülötted lévőkért. Négy csatornáról van szó: a beszéd, a cselekedet, a gondolatok és az érzelmek. Tehát, ha ezt a négy csatornát nézed, akkor azt is meglátod, hogy a beszédeddel milyen hatással vagy a környezetedre, a cselekedeteddel mit okozol a környezetedben, és belül az érzelmeid és a gondolataid hogy hatnak arra a térre, arra a társaságra, amiben vagy. Ha ezt nézed, akkor nagyon konkrét a felelősségvállalás. Szenvedést okozol-e, boldogságot okozol-e, vagy valamilyen semlegeset okozol-e? Ez a három alapminőség van boldog, jó, kellemes, kívánatos, rossz, szenvedésteli, taszító, borzasztó, és a harmadik csoport az a semleges vagy átlagos. Mit akarsz elérni ezzel a négy eszközzel? Mit hagyod, hogy mások elérjenek benned a beszédjükkel, cselekedetükkel, gondolataikkal és érzelmeikkel? Ez oda-vissza fontos, mert a felelősségvállalás azt is kimeríti, hogy te mennyiben vagy képes fogadni ezen a négy csatornán a környezet impulzusait. És hogyha így nézed, nagyon világos, hogy mindannyian hibázunk, de a szándék szerint javítani kell. Tehát én valami kellemeset szerettem volna, de megszólaltam, és valami nagyon-nagyon félreértés lett belőle, és szenvedést okoztam vele. Vagy a cselekedetemmel tettem valamit, amit én jónak szántam, és mégis valami kellemetlen lett belőle. Mit tettem? Mi történt a másik emberben, az ő gondolataiban, érzelmeiben? Úgyhogy ha így nézed, konkrétan akkor sokkal könnyebb felelősséget vállalni, mint hogyha adnék neked egy intellektuális vagy Uramisten vallásos hátteret, és akkor az ellen mindig oda kellene tenni, összekéne hasonlítani, hogy te most felelős voltál vagy sem. Én az ilyen ideológiákban nem hiszek. Azért ülök itt és tanítok Zent, mert ezek az átlagolt, felépített, intellektuálisan letokolt, megszilárdított, fix ideológiák vagy ideák nem működnek, vagy részlegesen működnek csak. Ennek a pillanatnak a tudatossága működik csak. Ebben a pillanatban mit csinálsz, mit mondasz, mit érzel, mit gondolsz? Így vállalj felelősséget. Hogy a szándékod szerinti eredményt ért el. És akkor azt is látod, hogy ez milyen hatással van a környezetedre, az emberekre. És ezt is maximálisan figyelni kell. Ekkor ezzel a figyelemmel tanúsítasz felelős magatartást. Máté. Reggeli üléseimnél megfájdul a kar, kérdésem, hogy a karok súlyát a lábaimra helyezhetem, vagy tartanom kell? Ö, nyugtathatod a lábon, semmi gond, csak a kéz ne essen szét az maradjon egyben. Rita. Az üresség nagy jűvel, iránti vágy az egyetlen, amit érdemes megtartani, vagy ez is egy csapda? Igen, ez csapda. Ha elértem, ne ragaszkodjak az ürességhez. Ne ragaszkodj az ürességhez. Ha elérted, szóljá. Jó? Bátor István. Kedves szuném, kezdőként milyen mantrát válasszak magamnak? István, a Kvanseum Bószál mantrát javaslom, az az együttérzés mantra, azt bármikor, bármeddig. Tehát ha nem kell tudatosan beszélni, gondolkodni, magyarul mentálisan nem vagy elfoglalt, azon nyomban Kvanseum Bószál, Kvanseum Bószál, Kvanseum Bószál, Bószál, együttérzés mantra, nagyon fontos. A kvann, az a felfogni, a sze, az a világ, az um pedig a rezdülés, vagy hang. Tehát az együttérzés az ott kezdődik, hogy a másikban lévő rezdülés, legyen az érzelem, gondolat, beszéd, bármi, felfogjuk. Különben nem együttérzők vagyunk, hanem csak azt gondoljuk, hogy az érzelmeink által valakit simogathatunk, vagy beboríthatunk, vagy boldogíthatunk. Nem, meg kéne egy kicsit érezni, hogy benne mi van. Az az együttérzés, amikor tisztán torzításmentesen tapasztalom, hogy a másikban mi van. És ebből keletkezik valami, valami más, mint az én. Krisztarita. Mitől olyan nehéz elviselni a szeretetet? Azt tapasztaltam, valaki számára ez félelmetes, és inkább eltol magától. Ebben az esetben szeressem kevésbé? Hogy kell jól szeretni? Hát azért nehéz elviselni a szeretetet, Rita, mert az előbb-utóbb megmutatja, hogy tényleg ki vagy. Nem lehet maszkolni egy intim kapcsolatban egy bizonyos időt. Tehát ez arról szól, hogy szépen a szerepeket úgy felszámolom, és lerakom az állarcokat, mert egyébként nincs szeretet. És Ez a fajta ugye lefűződés, lehámlás, ez azért veszélyes, mert előbb-utóbb a másik meglátja, hogy te tényleg ki vagy. És ez oda-vissza. Na most, ha valaki eltol magától, akkor köszönt meg, hogy eltolt, és mennyi még arrébb. Nem erőltetjük magunkat a másikra, mert az már nem szeretet, hanem kapaszkodás. Azt nem. Az egy lefokozó mozdulat, ez vagy kölcsönös, vagy önkéntes, vagy nem. Itt ez megállt. És ettől is olyan sérülékeny. Ettől annyira törékeny. Ezért szeretnénk annyira, hogy Úristen meglegyen, hogy szeretem, és ő is viszont szeret engem. És hogy ezt, ezt nem lehet csinálni, ezt nem lehet megvenni, ezt nem lehet kierőszakolni, megerőltetni, nem lehet. Vagy van, vagy nincs. Lehet azon dolgozni, hogy megmaradjon, de a szikrát azt valami egyéb gyújtja be, mint az én, vagy a puszta egyéni akarat. Az emberiség évvezedek óta dolgozik a szereteten. Én azt mondom, hogy a hibákat kéne felszámolni, és akkor valami úgy kialakul, ami elfogadható szeretetként, akkor rendben vagyunk. De az, hogy mi a szeretet, mi a boldogság, ezek a minőségek, ezeken ilyen könyvtárnyi könyvek kotlanak, és egyik sem stimmel. Egyik sem. Azt meg tudjuk mondani, hogy mi nem az. Szerintem azt te is tudod. László. Mi a jelentősége annak, hogy a magyar, vagy szanszkrit, vagy páli nyelvfejet kóriaiul hangzik fel a templomban a dalok többsége, miért jobb erre a célra ez a nyelv? Nem jobb, csak mi ezt kaptuk. Tehát Szunkszán mester ezt énekelte, az ő hagyománya ez volt, és mi ezen tanultuk meg. Most innentől kezdve, ha látod a hagyomány működését, akkor azt is tapasztalod, hogy ha már 1500 éve énekelnek valamit egy adott nyelven, akkor abban van egy kis energia. És ezt érdemes felhasználni. Tehát hagyománytiszteletből is, de azért egy komoly energetikai tapasztalat miatt is. Innentől kezdve része leszel egy sokkal nagyobb egésznek ezáltal, és utána az a kultúra is, amelyik most éppen befogadja ezt a spirituális irányzatot, ez is át fog szellemülni ilyen szinten, ilyen frekvenciával. Tehát Koreában se volt mindig ilyen, ilyen 1700 éve kezdték. Kínában se volt mindig ilyen, kb. 2000 éve kezdték. Hogy Indiában mikor kezdték, azt nem tudjuk, de a Buddha egy elég komoly paradigmaváltást hajtott végre, a mantrák nagy része viszont a régebbi időkből származik, különösen a dárani. Nézzél utána, Kutas egy kicsit, hogy a dárani az honnan származik, és messze a buddhizmus előtti időkből. Azért is van ekkor erejük. Úgyhogy pontosan miért, én nem tudom, csak használjuk. Eddig a tapasztalatok azt mutatják, hogy elég eredményes, hogyha valaki egy hagyomány teljes énekészletét megtanulja, és abban valami olyasmi van, ami az elmét szépen átfordítja, és megfelelő irányban ugye ösztökéli. Az elme az egy érdekes tákolmány, mert megmondod magadnak, hogy elérem a megvilágosodást, és arra felé fog menni. Nem rögtön éri el, ha -ha. de a tudatos résznek nagyon nagy jelentősége van. Korábban ma hallhattad, hogy milyen kicsi az a tudatos. Igen, ez így van. De az a tudatos, ez a láncsa hegye. Az a jéghegy csúcsa. Az az, ami dönt, és a többi, ha jól csinálom, megy utána. Tehát ha nap mint nap elmondod, hogy minden lényért gyakorlunk, ha nap mint nap elmondod, hogy a buddha állapot felé mész, akkor tudatos és tudattalan előbb-utóbb azt követi, miért? Mert annak a kutyának adtál a legtöbb ételt. Az lett a legerősebb. Az fogja a szánt húzni. Az összes többi rás segít, de az irányát a legerősebb kutya adja. Ha ezt lefordítod a saját életedre, akkor most valójában mi a legerősebb kutya ott belül, a lelked legmélye, mert azt fogod követni. Az a legerősebb karma, a legerősebb szokás. Ezért éneklünk mi eredeti nyelven, és le is fordítjuk itt magyarra, részint úgy, hogy recitálhassuk, lásd szívszutra, részint pedig úgy, hogy a fordítás megvan, de eredeti nyelven énekeljük. Tehát fontos, hogy az anyanyelvi, a honi kultúrával is kapcsolatot teremtsen, és megmaradjon az eredetiség, az a fajta, gyökeresség, ami a több ezer éves hagyományt illeti. Anikó. Honnan tudom, hogy mikor van a cselekvés megfelelő ideje, ha a környezet jelenleg nem kényszerít változásra, de úgy érzem, változtatnom kell? Ez nagyon jó kérdés. Magadban nézel, és látsz olyasféle ellentéteket, feloldatlan problémákat, amelyeket nem vihetsz tovább. Ne várj a környezetedre, amíg a válság adja a másik pofont. Elég, hogyha te magadban ezt beláttad, nézd rá, és tedd fel ezt a kérdést, hogy mi ez, honnan jön. Azt mondod, változni akarsz, mi az, amit meg szeretnél változtatni. Nézd meg, hogy annak az okozatisága, hogy működik. Miből származik, és hová megy? Miből táplálkozik, és mit táplál? És akkor látod ennek az irányát, ki tudod jelölni, hogy miben szeretnél változni, bizonyos szokásokat megszüntetsz, másokat meghonosítasz mielőtt a környezet nyakon vág, hogy te milyen ember vagy. Bazsi. Kérdésem az ülő meditációhoz kapcsolódik. Több lehetőséget is kipróbáltam, máshogy keresztezni a lábam, többféleképpen kipárnázni, törökülés vagy fél otusz, de 15 percnél el kell a lábfejem. Tudsz valamilyen praktikus tanácsot adni, hogy ezt az időt kitoljam, esetleg megszüntessem a lábzsibbadást? Gyógytorna. Ugyanis a gyógytorna egy gyógytornást igényel. És a gyógytornász meg fogja neked mutatni, hogy pontosan hol van az ideg, én, izom, csont, porc környékén, az, hogy te neked 15 perc után el kell zsibbadni, gyakorlatokat kapsz, izomtónus helyre áll, előbb-utóbb, és akkor a testben további olyan változások lesznek, hogy szépen tovább tudsz majd ülni. Bálint Rudi, hogyan béküljek meg engem bántó, nekem rosszat okozott emberekkel? Amíg azt gondolod, hogy ők rosszat okoztak neked, addig nem tudsz megbékélni velük. Ilyenkor ki kell lépni a környezetből, ha másképp nem mentálisan, és nézd meg, hogy valójában mi történt. Vedd le róla a jó és a rossz címkét, még akkor is, ha szenvedsz tőle. Még akkor is, ha igazságtalannak érzed, és nézd meg azt, hogy az ok és okozat működésében te hogy vettél részt alapvetően hogyan kerülhetett arra sor, hogy téged bántó, neked rosszat okozó emberek társaságába el? -e? Ez hogy alakult így? És innentől kezdve, ez előtt és ez után látod azt, hogy az okozatiság hogyan manifestálódott. A karma hogyan működik. És ekkor el tudod kerülni, hogy újabb ilyen helyzet alakuljon ki. Ha ez megvan, akkor tudsz megbocsátani nekik. Addig nem. Vida Ferenc a félelem hogy keletkezik az emberben, és hogyan tudok túllépni rajta. Amikor nem vagyunk elemünkben, akkor fél elemünkben vagyunk. Tehát, ha elveszítenél valamit, amit meg szeretnél tartani, ha elveszítenél valakit, akit meg szeretnél tartani, akkor félünk. Tehát a változások megjósolhatatlanságát szoktunk felni, leginkább a haláltól, és ha az utadat látod, akkor a félelem is megszűnik, mert az akadályokat felszámolod. Az akadálytól mentes tudatban nincs félelem, mondja a szívszútra. Tehát ha félsz, akkor akadály van. Mi az akadály? Nézd meg, hogy hogy keletkezett és hogy múlik el. És hogyha rálátsz az akadály keletkezésére és megszűnésére, akkor a félelem is meg fog szűnni. De aggódsz -e olyasmi miatt, amit nem tudsz megváltoztatni. Ha igen, akkor feleslegesen félsz. Ismered-e a félelem tárgyát? Ismered-e a félelem tárgyának működését? Vagy nem ismered a félelem tárgyát? Nézd meg! Darabonként. És akkor az akadályokat elkezdett felszámolni, de azt már most mondom, hogy gyakorlat nélkül nem megy. Meghaladó bölcsesség nélkül nem megy, mert nem éred el azt az utazó magasságot, amiben jól látod a karmádat, hanem állandóan odavered magad. És ez felesleges. Légy az az okos hajós kapitány, aki megvárja a dagályt, és amikor följebb megy mondjuk egy-másfél métert a tenger, bizonyos tengerpartokon ekkora a dagály, akkor a zátonyok fölött szépen át tud vitorlázni. Ha ezt korábban vagy későbben tenné, akkor beleütközne a sziklákba. Tehát jó kell látni a karmát, és ehhez meditációs gyakorlat kell, jobbat nem tudok, és akkor az akadályoknak a létmódját, és így a megsemmisítésük módját is beláthatod. Katka. Azt mondja, hogyan tudjam lecsillapítani a mantrákat? Egyszerűen, mintha verekednének, sokszor egyszerre akarnak jönni, mi módon tudom lecsillapítani? Ez normális? Hát, hogy normális-e vagy nem, azt én nem tudom, de hogy le tudod csillapítani, az biztos. Én ezt nem mondanám normálisnak vagy abnormálisnak, mert akkor rögtön valamiben belezutjanunk, amiben nem kéne. Tehát a mantrák között is van az erősebb, a gyengébb és a leggyengébb. Én azt javaslom, hogy ülj le, figyeld a lélegzetedet, és hagyd a tudatot szabadon futni. Ne tegyél energiát semmiféle belső verbalitásba, sem mantrába, sem másba. Ne véleményezd a mantrákat, engedd, hogy azok szépen megjelenjenek. Ha az ülés közben kicsit nagy lenne a káosz, akkor sétálj. Lehetőleg egy védett normális helyen sétálj, és a lélegzet figyelése mellett, a lélegzeten keresztül figyeld a mantráknak a kölcsönhatását figyeld azt, hogy melyik kerül ki ebből győztesen, ez körülbelül olyan, mint egy sivatagi verseny, akinek a legtöbb a vize, az jut a legmesszebbre. És amelyik mantrában a legtöbb erő van, anélkül, hogy te vizet osztanál bármelyiknek, az fog megmaradni. Az a mantrád. Réka. 15 éves lányom kérdezi, hogyan bízzak magamban, hogyan legyek magabiztos. Ezzel kapcsolatos kóan van, van bizony, Gyógyú zenmester meglátogatott két remetét. Megkérdezi az egyik remetét. Elérted? A remete felmutatja az öklét. Gyógyú azt mondja, itt sekély a víz, nem maradhatok. Meglátogatja a másik remetét is. Elérted? Az a remete is felmutatja a nagy öklét. Gyógyú meghajol előtte, és azt mondja, birtokában vagy a legmagasabb rendűnek, elérted a felébredést. Kérdés, Miért fogadta el Juju az egyik választ, a másikat pedig nem? Amikor megoldod ezt a koant, akkor lesz önbizalmad. Egyébként pedig a meditációs gyakorlat 15 évesen is segít, és én javaslom, hogy szüleiddel együtt látogass el ide, és nézzük meg, hogy tud-e a templom, illetve a szanga segíteni neked ebben. Nelly. Meg szeretném kérdezni, hogy mi a helyes pillanatnyi magatartás akkor, ha szemtől szembe dicsérnek, és hosszan akarnának elismerő szavakkal illetni valakit. Akkor ilyen diszkrét meghajlással, akár összetett kézzel, attól függ, hol vagy, akár anélkül, elkezdesz hátrafelé lépkedni. Megtalálod az ajtót, és kimész. Ha valaki agyon dicsér, akkor biztos, hogy akar valamit, ha szid, akkor is akar valamit, egyike sincs semmi között. Főleg a hosszú elismerő szavakkal való illetés az a gyanús, akkor biztos, hogy valami gond van. Folytatjuk a kérdést, ugyanúgy zavarba ejtő lehet ez, mint például a vádaskodás? Ne esélt a zavarba egyiktől sem, mindegyik ember illúzió. Mi tehát a helyes hozzáállás egy ilyen helyzethez épp akkor? Ez, amit elmondtam, ez a koreográfia, tehát egy gyöngét meghajlás, és te hátrálsz kifelé, és mielőtt hátat fordítanál az illetőnek, azt mondja, hogy köszönöm. És mész. És ebbe a környezetben nem mész vissza. Jó? Gabi. Már régóta szerettem volna megkérdezni, hogy tudnál-e beszélni a meghaladó bölcsességről, a nagy szent eszméről, a nagy tudás eszméről, a felülmúhatatlan eszméről és a hasonlíthatatlan eszméről. Isten az atyám oda van írva. Szeretném jobban megismerni a miben létünket, ahogy azt a szívszútra tanácsolja. Kedves Gabi, nem tudok róla beszélni, mert ha tudnék róla beszélni, az nem lenne a meghaladó bölcsesség. Én arra kérlek, hogy most nézd meg, hogy mit hallasz. Mit látsz? Mit csinálsz? A meghaladó bölcsesség az az a tudat, amelyben mindez tükröződik. Nem tudom neked elmondani, hogy ez micsoda, mert nem lehet. Mert nem szóba fogható. Mert nem illethető névvel és formával. De tapasztalható és használható. Én kívánom azt, hogy a gáté-gáté-paragáté-paraszámgáté-bódiszváhám mantrával egyre jobban csiszold ezt a tudatot gyönyörűségesen fényesre, akkor nem kell ennyi szó. Akkor megélünk mi ezek nélkül is. De a szívszútra az egy segédtudomány. az kell, hogy ugye kitaláljuk, hogy mi nem az. Elolvasod, akkor látod, hogy Nincs, 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 nem, 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 sem, 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 sem. És így kizártuk a helytelen utat. Akkor csak a helyes út marad. És hogy gyakoroljuk együtt a gyönyörűséges, megnevezhetetlen, nem tudható, de tapasztalható meghaladó bölcsességet, mert tiszta, mint a tér, tiszta, mint a tükör. Bálint Rudi. Nagyon köszönöm a válaszod a kérdésemre, hogy hogyan béküljek meg a nekem rosszat okozó emberekkel. Annyiban nem teljesen értem ezt, hogy hogyan alkalmazzam családtagok esetén. Családtagok esetén, Rudi, keményebb a feladat, mert a vérségi kötelék közelebbi karmát mutat. Ebben az esetben föl kell tenned a kérdést, miért születtem ebbe a családba? Mi ez a karma, ami engem odahozott? Ha ezt látod, meglátod anyával, apával, esetleg testvérekkel, nővérekkel, hugokkal, bátyokkal a kapcsolatot, hogy a valós kapcsolat mi. Nem az, amit hazudunk egymásnak naponta, hanem hogy a valós kapcsolat mi. És ekkor tudsz helyesen cselekedni és viszonyulni. Oké. Okay. Krikoller. Mondod a formát, hogy hogy gyakorolsz, ez rendben van, és az utóbbi három alapmeditációja mondhatni szenvedéstelé volt fizikai szinten. Ez normális? Igen amit leírsz, az fizikai glag igénybevevő, az normális, hogy egy kicsit szenvedsz tőle, három dolgot legyél nem elfelejteni. Itt áll eleget? Nem a kocsmában, hanem otthon vizet. Tehát itt áll eleget? Mert ha nem vagy eléggé hidrálva, akkor tényleg az izületek szenvednek. Kettő. Nyújtózkodtál -e eleget? Magyarul az izomtónus rendben van-e? Nem voltál -e elég görcsös, vagy stb. ahhoz, hogy ezt a sok-sok mindent megcsináld. És a harmadik pedig, hogy milyen karmát vittél bele a meditációba, mert néha te olyan hidrát vagy, olyan rugalmas vagy, olyan gyönyörű az izomtónusod, és mindenet fáj, főleg ott két lapocka közt, meg derékba, meg vállom, meg tarkó, meg holokban, könyökben, csuklóban, újbegyekben és lábszárban. Rengeteg fájdalom van, úgyhogy láthatóan semmi fizikai oka nincs. Na az a karmád, amit levittél testre, ez a pszichoszomatikus karma, amikor a lélek leviszi testre, és akkor tapasztalod, mert addig nem sikerült. A meditációban, még mentális állapotában, a lélek tudatosságban tapasztalod úgy, hogy ne kelljen testtudatosságban tapasztalnod, mert nem válik fájdalomá vagy tünetté. Úgyhogy ezt a hármat tessék szíves szem előtt tartani, és megfelelő mennyiségű segédmozgást végezni az en gyakorlathoz, legyen az úszás, joga, séta, hegymászás, biciklizés, stb. Bármi, ami egy kicsikét azért átmos, átmozgat, kitisztít. Szilvi Molnár András, hogyan használjuk önállóan a 208 Koan könyvet? Óvatosan. Óvatosan nem olvassuk túl magunkat. Tehát a Koan túladagolás, az nagyon jól látható tünetekkel jár, az ember elkezd ilyen zemmesteri gondolatokat dédelgetni, kuanokat példázatként mondani a környezetének, azt várja, hogy megértsék, és ez így, hú, ez, ez, ez nagyon gáz, ezt nem szabad. Tehát azt kellene, hogy ha minden nap elolvasol egy kuant, lehetőleg nem elolvás előtt, mert rosszat álmodsz. Tehát egy koant elolvasol, az bűven elég. És én ígérem neked, hogy kiadunk nem sokára olyan kötetet, amelyet így nagyobb mennyiségben is lehet olvasni. De a Kuan az nem ilyen szórakoztatóipar, ipar, és nehogy túladagoljad magadat, mert annyi ellentmondás, meg paradoxon, meg ilyenek vannak benne, hogy néha kifejezetten rosszat tesz az emésztésnek, és ennek ne tedd ki magadat. Vida Ferenc, hogy tudjuk gyakorolni, hogy többet legyünk az itt és mostban? Feri, ha túl sokat gondolkodsz, akkor nem vagy az itt és mostban, ha elvágod a gondolkodást és visszatérsz a gondolkodás elé, akkor automatikusan visszaérgezel az itt és mostba. Ebbe a pillanatba. Erre is jó a meditáció, például a koan-praxis, hogy interaktíve, hogy maradj a pillanatban, és még egy jó pár, azt mondom, mantra, munka, közös étkezés, ez mind-mind a pillanat gyakorlása. Nagyon sokrétű. Mónika, kedves szóném, elmondanád, hogy mi az a koan interjú? Nem nem lövöm le a poént, ma adtam vagy 30 tegnap olyan 25-öt, mindenki túlélte, ebben biztos lehetsz, és utána gyere el, és tapasztald meg. Semmit nem tudok a Kuan interjúkról mondani, én úgy éreztem 20 évvel ezelőtt, amikor elkezdtem tanítani, hogy tudom, és utána egyre kevésbé tudtam, de a tanítványok egyre jobban szeretik. Ez biztos, mert különben nem ülnének itt ekkora számban, sem ti, sem mások itt offline üzemmódban. Úgyhogy gyere, és próbáld ki, hogy milyen, amikor az ellentéteket szépen egymás mellé rakjuk, és a paradoxonoknak a tűzében elégetjük a téves nézeteket. Jó lesz az hiddel. Itt mutatkozik meg, amikor a tiszta, tükörszerű tudat elkezd működni nem várt helyzetekben. Tehát nagyon sok minden kell ide, és egy csomó mindent kint fogsz hagyni. Annyit így a személyes vonalon, hogy nekem 30 évvel ezelőtt a Zenkóan jelentette a belépőt a zen hagyományba. Ha nem lenne koan, én se lennék zen gyakorló, és ez a gerince az egésznek. Nagyon sok gyönyörű végtagja van ennek az ennek, különböző módszerek, különböző kultúrák, a teácskázástól kezdve a minden, de a koan praxis az a gerinc, anélkül nem megy. És innentől kezdve az, hogy ez a meghaladó bölcsesség hogyan működik, hogy az ellentéteket hogyan haladod meg, hogy hogyan ismered fel a helyzetet, hogyan oldod meg a lehetetlent, ezt mind a kóaninterjún lehet tapasztalni. Többet nem tudok róla. Fogalmam sincs, hogy mi, de várlak szeretettel az interjú szobában. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Nagyon-nagyon köszönöm a mai jelenlétet, azt szeretném, hogyha minél többször tudnánk együtt gyakorolni, akár a templomban, akár azon a sok-sok helyen, ahol most vagytok, és szeretnék külön köszönetet mondani Ungvári Zsuzsolnának, akinek a mosolygó arcát itt látom a képernyőn, fantasztikus látni azt a jelenlétet, hogy ezen így részt veszel, és nagyon szeretném, hogyha egyszer személyesen is találkozhatnánk. Mindenkinek békés és boldog hetet és nyarat kívánok, és gyakoroljunk együtt, hogy minden lényen segítsünk, elérvén a felébredést, és ezáltal ezt a világot egy picit jobbá tegyük. Köszönöm szépen!